Üdvözlöm a Karcag Televízió minden kedves nézőjét új műsorunkban, amelynek címe a Döntés utánt viseli. Meghívott vendégünk Szepesi Tibor, Karcagváros polgármestere. Üdvözlöm polgármester urat, és köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Jó napot kívánok, üdvözlöm a televízió nézőket. Köszönöm szépen a meghívást. Melyek azok a fontos dolgok, amelyek a város fókuszának a középpontjába kerültek, és kerülnek a elkövetkezendő időszakban? Ugye a legfontosabb, amelyről már többször beszéltünk, az, hogy a költségvetésünk megmaradjon, stabil legyen, tehát ne legyen semmi olyan probléma, amely veszélyezteti az intézmények működését, hiszen a feladatokat el kell végezni. Nem lehet félváról venni azt, hogy majd csak lesz valahogy az év végére, ugye folyamatosan tervezni kell, figyelni kell. Tehát én azt gondolom, hogy ez a legfontosabb feladatunk. A másik fontos feladat, hogy azokat a pénzeszközöket, amelyek pályázat útján kerültek a településre, azok megfelelően legyenek felhasználva, határidőre legyenek kész a fejlesztéseink, hiszen ez mind-mind Karcagváros jövőjét szolgálja. Szerencsére tudtunk élni azokkal a lehetőségekkel, amelyeket a pályázati kiírások nyújtottak, tehát folyamatosan tudjuk folytatni az intézmények felújítását, folyamatosan tudjuk folytatni azokat a kulturális és sport területen lévő fejlesztéseinket, amelyek elkezdődtek, és természetes, hogy keressük a további lehetőségeket. Tehát ugyanúgy, ahogy beszéltem is róla, az útfelújítás területén, a szennyvíz, az ivóvíz fejlesztés területén, tehát erre mind-mind oda kell figyelni. És ha már a díjakról beszéltünk, akkor természetes, hogy ezekre is oda kell figyelni. Úgyhogy nekem nagy öröm az, hogy a képviselőtestületi ülés előtt tudtunk köszönteni nagyon sok olyan karcagit, aki kimagaslót nyújtott az utóbbi időben, akár állami kitüntetést kapott, akár pedig különböző tanulmányi versenyeken ért el eredményt. Nem is mindig tudunk mindenkit meghívni, hiszen időpontokat kell egyeztetni. Úgyhogy én már látom azt, hogy a következő képviselőtestületi ülés előtt is lesznek köszöntéseink, ami mondom végtelen nagy öröm, hiszen ez azt mutatja, hogy Karcagon nagyon-nagyon sikeres és nagyon odafigyelő emberek élnek, akik kimagaslót tudnak nyújtani a saját területükön. Polgármester úr, én megköszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat, és stúdiónk vendége volt, és a következő havi testületi ülés után is várjuk vissza a Döntés után című műsorunkba. Természetesen, köszönöm szépen a meghívást, a lehetőséget, viszontlátásra. Kedves nézőink, köszönjük a figyelmet, tartsanak velünk legközelebb is, viszontlátásra!